A jó bornak is kell a cégért, tartja a közmondás. Ezt szem előtt tartva hirdette meg diákújságíró versenyét a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsa. Egyetemisták jelentkezését várták ez alkalommal. A meghirdetett pályázat célja a térség népszerűsítése, világörökségi kiemelkedő egyetemes értékeinek bemutatása volt. A verseny díjátadóját a Tokaji Világörökségi Bormúzeumban tartották meg. Tokaj Zemplén térségfejlesztési programnak egy fontos eleme a turisztikai attrakciófejlesztés, hiszen azt szeretnénk elérni, hogy a Borvidék és Zemplén térsége váljon az ország harmadik leghosszabb turisztikai térségévé. De nagyon fontos az, hogy ennek a híre, ez eljusson a nagyvilág felé, a közönség felé, és azért ültünk különösen ennek a kezdeményezésnek, hogy fiatalokat szólítunk meg, és fiatalok számára adunk megnyilatkozási lehetőséget, hiszen a felnövekvő generáció számára is vonzóvá kell tenni Tokaj hegyalját, vonzóvá kell tenni a Zemplént, és erre az a legjobb út, ha a korosztályhoz tartozók szólítják meg a fiatalokat, és az ő stílusukban, az ő hangvételükben jelennek meg ezek a hírek, jelennek meg ezek az információk, és abban bízunk, hogy a felnövekvő generáció számára is fontos érték lesz Tokaj és a Zemplén térsége. A pályázat ötletgazdája maga is egy lokálpatrióta egyetemista. Nekem a pályázat gondolata vizsgaidőszakban jutott eszembe, és szerettem volna mindenképpen egy olyan diákújságíró versenyt, ami tematikus, ami kimondottan a turizmusról szólt, és ez lett leszűkítve a Tokaji Borvidékre. Erről egy turisztika szakos hallgató ismerősömmel egyeztettem, a Nagy Simonnal, és a kezdet-kezdetén, amikor konzultáltunk, ő nagyon-nagyon sokat segített nekem ebben, és arra gondoltam, hogy szeretném, hogyha minél több fiatal megismerni a Tokaji Borvidéket, ezt a világörökségi területet. A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács számára fontos az idegenforgalom növelése a térségben. Hát én nagyon-nagyon örülök ennek. Mondhatok ki, hát picit elfogult is vagyok, mert Nagy Judit egy szerencsi leányzó, aki tényleg szívügyének tekintette azt, hogy ebbe a versenybe belevágjon, mármint a szervezésébe, és úgy gondolta, hogy milyen jó lenne Tokaji Borvidék tematikával egy diák újságíró versenyt szervezni. És jó volt látni azt, hogy hány szereplő összefogott azért, hogy ez a dolog megvalósulhasson, és ezért ország más részeiről ide érkeztek ma Tokajba, akik részt vettek ebben a versenyben, és ők azok, akik népszerűsítik a Tokaji Borvidéket. Tehát szerintem nekünk ez egy országos érdekünk, hogy a Tokaji Borvidéket minden magyar ember magáénak érezze. A pályázatra közel 20 írás érkezett az ország különböző felsőoktatási intézményeinek hallgatóitól. A zsűrit pedig újságírók, fejlesztési szakemberek és az ötletgazda Nagy Judit alkották. Az első díjat Varga Ali Zsófia, a Szent István Egyetem kertészettudományi karának hallgatója nyerte el.